Egy évvel ezelőtt beadtunk egy pályázatot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-hez, egy nemzetiségi pályázatot, amiben tulajdonképpen Entedánk Festre és Szüretre pályáztunk az iskolai gyerekek számára, és így rendeztük meg ezt a mai napot. Délelőtt a gyerekeknek különböző szürethez kapcsolódó programok voltak, volt szőlőpréselés, szőlődarálás, mustkóstolás, terményekből különböző képek készítése, és ez a rendezvényünk folytatódik most itt a délután folyamán, ahová már vártuk a gyerekek szüleit is. Táncház lesz élő zenére, illetve családi vetélkedők, és egy kiállítás, a Kortarisznya Zeitbündel című kiállításunknak a megnyitója. Első alkalom, de hagyományteremtő szándékkal a továbbiakban is szeretnénk ezt a napot megrendezni. Én azt gondolom, hogy a gyerekek és a szülők is jól fogják, jól érzik magukat, és remélem, hogy a továbbiakban is támogatókra találunk majd ennek a rendezvénynek a folytatásában. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy hagyományokat adjunk a gyerekeknek, és megismerjék azt, hogy régen hogyan ünnepeltek az emberek, milyen volt egy szüret, milyen volt egy Entedánkfest, és azt gondolom, hogy ezeket a hagyományokat ápolni kell. A táncházat én fogom vezetni, élő zene lesz hozzá, és az a célunk, hogy a gyerekek és a szülők közösen együtt táncoljanak, és megismerjék a magyarországi németek táncait. I'm not going to be able to do that.